Na hát sziasztok és üdvözlök mindenkit egy újabb részben. Gondolom azzal nem árulok el nagy titkot, hogy itt van a tél. Bár a ruhámból nem arra lehet következtetni, ugyanis ma 15, 16, 17 fok van, de ma október 31-e van, tehát ergo holnap november 1, és az időkép előrejelzését elnézve ma, illetve elsőjén lesz még használható idő, és jövő héttől bezuhan a hőmérséklet, konkrétan fixen 10 fok vagy az alá. Nappal is, éjszaka pedig fagyok várhatók. Na most az autó szemszögből mit is jelent? Én évente kettőször megcsinálok egy kis, hát próbálom megelőzni a problémát, és újoncon, illetve hát most már após járaton is, és preventatív maintenance-t szoktam csinálni, de hogy ez miben is merül ki, az pár olyan dolog, ami hát talán megelőzi azt, hogyha az úton valami történik, vagy akármilyen látási, közlekedési viszonyok beköszöntenek, akkor ne legyen belőle nagyobb gond. Illetve van egy dolog, amit meg szoktam csinálni évente kétszer, az pedig állapot megőrzés céljából, legalábbis újoncon egyelőre, amíg após járaton nincs fönt küszöb, addig csak újoncon. De nem is szaporítom a szót, kezdjünk bele! Amit mindenképpen meg szeretnék csinálni újoncon, ha megfigyelitek, igen, némi falevél. Az úgy némi falevél. Ami alapvetően nem is gond, mert nyilván hülye gyerek fölrakta ezt az ablaktörlő takarót, mert hát a szépségért szenvedni kell, tehát ennyi kellemetlenséggel jár. De ami funkciójában zavarja ezt az egészet, biztos tudjátok, hogy itt lent a szélvédő alatt, mindkét oldalon, van egy úgynevezett esőelvezető csatorna, ami azt a célt szolgálja, hogy ha ide beesik az eső, akkor lent a sárvédőnél kifoljon a víz. Na, most gondolhatjátok, hogy ha ennyi falevél van benne, akkor lehet, hogy ez a funkció, ez nem úgy működik, ahogy kellene. Tehát ki kellene takarítanom, legalábbis át kellene néznem, hogy el vannak-e dugóva ezek a járatok. Amihez első körben el kellene távolítanunk ezt a nagyon erotikus ablaktörlő takarót. Plusz nem mellesleg, ugye nem tudom, tudjátok-e, de mióta ez fönt van, vagyis hát mivel ez fölkerült, az ablaktörlő lapátokat ugye nem lehet kihajtani. Az megint csak egy ilyen megelőző funkció lenne, hogy az ablaktörlő lapátok állapotát meg szeretném vizsgálni. De ne szaladjunk annyira előre, első körben ezt eltávolítom. És gyakorlatilag ennyi. Na hát, és egyből nyilvánvalóvá válik, hogy mi itt a problematika. Túl sok a falevél. De nem állunk meg adniba, hogy ezt itt leganézzük. Ugyanis, mint látjátok, ott vannak a lyukak, amiről beszéltem. Mindkét oldalon. Le kellene szednünk ezt a levélrácsot, ezt a takarót, amihez első körben el kellene távolítanunk az ablaktörlőket. Igen, kicsit összetettebb feladat. Én neki cuppanok. Az eltávolítása relatív egyszerű, levesszük ezt a burkolatot. Amivel úgy látom, hogy nekem szereznem kell egy másikat, de szerintem van tartalékom. Igen, ha látjátok, ez csak így becsúszik az ablaktörlő lapátja alá, vagyis a kar alá, befekteted és lenyomod. De igen, ez az idő, hát idő elteltével ez meg tud fáradni. Ezt követően pedig csak egy 13-as dugó kell, amivel ki tudjuk onnan szedni a csavart. Már hogyha engedni magát. Na most azt tudni kell, hogy ezek az ablaktörlő karok, ha nincsenek leszedve, akkor szeretnek oda rohadni. Tehát valamikor ilyen csapágylehúzó szerűséggel kell lehúzni őket a tengelyről. Én azt szoktam csinálni, hogy amikor leveszem őket valamilyen oknál fogva, akkor előtte a tengelyt besírozom, és így elkerülöm, hogy lehetőleg legközelebb is lejöjjenek. És ennyi. Igen, és az alátétre figyelünk. Van egy alátétünk is. Ezt követően csak lehúzzuk a szigetelőgumit. Illetve kivesszük ezt a gumicsíkot, ami megakadályozza, hogy a szélvédő alá befoljon a víz. Ez, ha jól emlékszem, ez csak pattintós. Érdemes megnézni, hogy ennek a csíknak van egy ilyen kis nútja, ami bepattan a szélvédő alá. Tehát tényleg, mint mondom, csak pattintós, semmi nincs csavarozva. És utána már csak a levélrácsot kellene kipattintanunk a helyéről. Igen, most meg lehet csinálni, ki lehet szedni teljesen, hogyha lekötjük az ablakspritzniket, de nekem most annyira nincs kedvem lekötni, bár lehet, hogy a folyamat folyamán lehet, hogy szükségem lesz rá, hogy lekössem. De így első körben van hozzáférésem, hogy megnézzem, hogy mi van ott alul. És igen, én annól ezt kitakarítottam, de nyilván mindig lehet tisztábbra. És ha benézünk, igen, itt van lent az a luk, amiről beszéltem, az esőkivezető. Még nincs eltömődve, de a biztonság kedvéért kitakarítom. Na, hát első körben az a terv, hogy sűrített levegővel, kompresszorra kifújja minden a laza szutykot, aztán pedig hozok egy kis spickolót, szélvédő mosó folyadékkal, és mindent áttörlök, ami olyan. Nyilván próbálok arra koncentrálni, hogy a lukakat, az eső elvezető lukakat kitisztítsam. Ha megnézitek, így kell kinézni ennek a peremnek, nincs benne semmi szutyok. Amit láttok, ez a kis kitüremkedés, ez maga a szélvédő ragasztó. Ugye ez végig van húzva, itt meg gondolom túlnyomódott. De itt alul már kocsi színe látszik, tehát az a kis gumiperem, amit levettem innen, hibátlanul vissza fog illeszkedni. Na, és most, hogy ki van takarítva minden, jó, nyilván nem, ne értsétek félre, nem patyolat tiszta, nem enni lehet róla, akármi. Épp arra jó, hogy az esőelvezető ne tömődjön el. És ha valaki kérdezne, hogy miért gond, ha eltömődik az esőelvezető, ki fogunk rá térni, de nagy vonalakban annyi, hogy elkezd a kocsit belülről rohadni. Vagy alulról, vagy középről. Teljesen mindegy. Lényeg az, hogy megáll a dzsuva, megáll a falevél, hogy a bent ragadt víz az elkezdi rohasztani a karosszériát, és csodálkozol, hogy miért kell küszöböt cserélned. Igen, és ha valaki nem tudna, ott a keringető motor. Ez szokott meghalni a G-Astrákban, ami ugye az a kis lefni, nyit, zár, azt szokott elromlani, és nem nyit, nem zár. Tehát azt ott találjátok alul, szívesen. Na, most, hogy minden tiszta, még ott a szélvédőt egy kicsit megpucolom, hogy ne így rakjam össze, és gyorsan összedobom. Még egy dolog, megpucoltam nagy vonalakba itt a levélrácsot is. Igen, tavasszal, én most már nem állok neki, de tavasszal szerintem ugyanezt meg fogom csinálni, akkor viszont leszedem a levélrácsot, és lefestem feketére, kap egy réteg feketét, ugyanezt az ablaktörlőkkel is, azokkal is meg fogom csinálni. De most első körben ezt így, ahogy van, összerakom. Amire még érdemes figyelni, mielőtt ezt a szélvédő alatti lécet visszarakjuk, célszerű belül a peremeket is megtakarítani, hogy normálisan illeszkedjen, és ne folyjon be olyan helyre a víz, ahova nem kellene neki. Na, és ennyi, a helyén van. Most már csak az ablaktörlők hiányoznak. Vagyis nem hiányoznak, mert a következő dolog, amit tél előtt meg lehet tenni a gépjárművön, átnézni az ablaktörlő lapátokat. Na most így lehet, hogy videón nem fog átjönni, de ezek most már szerintem több mint egy éve benne vannak. Úgyhogy szerintem megérettek a cserére. Igen, én ilyen keret nélküli ablaktörlőket szoktam használni. Nem tudom, nekem ez valamiért bevált. Plusz egyébként, ahogy nézem, innen már le is vált az egyik burkolata az ablaktörlő lapátnak. Úgyhogy ezt lemérem, és elmegyek, veszek helyette. Van egy 44-esünk, ami egyébként 45-ös, de teljesen mindegy, tehát 45 centi. És van még egy 45 centisünk. Tehát 2 darab 45 centis kell. Igen, tudom. Sanyi, miért nem googliztad ki? Mert ez így bulibb, ez így faszább. Lemértem, 2x45 centi kell. Egyébként terveztem, hogy az ablaktörlő lapátok, nem a lapátokat, a karokat is le fogom fújni tavasszal, és azt szerintem meg is fogom majd csinálni. A hátsó lapátra legalább nincs gondom. Igen, kérdezhetnétek, hogy hogy lesz tiszta a szélvédő, vagy hogy fogok kilátni, hogyha tele lesz hóval. Hát majd megoldja a szélvédőfűtés. Igen, emlékezhettek rá, hogy régebben volt egy videóm, amiben megjavítottam az egyik szálat, úgyhogy most már rendesen működik, tehát le fogja olvasztani a dzsuvát. Azt meg még mindig nem volt időm lefesteni. Következő dolog, amire az emberek úgy annyira nem fektetnek nagy hangsúlyt, azért időközönként meg kellene nézni a hűtőfolyadékot, illetve a szélvédő mosó folyadékot az autódba. A hűtőfolyadékot azért, hogy téli van-e rajta, illetve hogy jó-e még, tehát kutakon, akárhol, vagy tudsz venni egy ilyen reflektométert, ezt a pumpálósat, pár ezer forintért, rá tudsz nézni, hogy kibírja a teledet. Most egy, nem tudom, 0, -5, -10 fokos fagyálóval lehet, hogy nem kéne neki indulni, az előre kevert fagyálók is, ha jól tudom, -35-ösek, -30-asak. Úgyhogy azt mindenképpen célszerű megnézni. Én nem fogom most megnézni, mivel friss fagyálót raktam bele, ugye amikor beszereltem a szintjelzős tárgulási tartályt, és az friss fagyáló volt, tehát az nincs még fél éves. Úgyhogy erre mindenképpen célszerű figyelni, és ne üssön eszetekbe, hogy sima csapvízzel megyek télen, mert aztán szétfogy a motor, szétfogy a tartály, szétfogynak a csövek, minden, és megy a hiszti, hogy az egész motort ki kell baszni a kukába. A szélvédőmosó folyadékra pedig azért érdemes ránézni, mert télen, amikor sötétbe mész, fölverik rád a latyakot, te elkezdesz vadul ablaktörlőzni, na igen, ezért is célszerű az ablaktörlő lapátokat is ellenőrizni, elkezdesz vadul ablaktörlőzni, nem látsz semmit, mert csak szétkönöd a szutykot, rányomod az ablakmosó folyadékot, és hoppá, nem jön semmi. Cumi van. Na igen, tehát szélvédőmosó folyadékból is célszerű, tehát nyári folyadékkal nem érdemes közlekedni télen, mert ugyanúgy fogsz járni, mint a hűtőfolyadékkal, hogy szét fog fagyni a tartályod, a csövek, minden, aztán meg megy a hiszti, hogy nincs. És ha már világításról beszélünk, célszerű ellenőrizni, hogy milyen állapotban vannak a lámpáid, mert nyilván hamarabb sötétedik, hamarabb kapcsolt föl a lámpáidat, hogyha nincsenek normálisan beállítva, fölpolírozva, akkor nem fogsz velük szar se látni. Ugyanez a szenonos autóknál, vagy a lámpamosóval rendelkező autóknál, itt lehet egy picit spórolni, mert mondhatjátok, hogy hát Sanyi, hát akkor te most ha mosod a szélvédőt, akkor mosod a lámpát és hát pazarlod az egészet. Most a szenonos tartály, ha jól emlékszem, az majdnem 5 literes a tartály, úgyhogy van mit pazarolnom, viszont tudni kell ugye a szenonos autókról, hogy a lámpát csak akkor mossa, hogyha föl van kapcsolva a lámpa. Tehát, hogyha én csak a szélvédőt szeretném mosni, akkor lekapcsolom a lámpát, megtakarítom, letörlöm és kész. A lámpát is szeretnék mosni, fölkapcsolom a lámpát. Ennyi az egész. Ja, és célszerű megnézni, hogy a spritznik működnek-e. Ez egy jó tanács. Újonc szélvédő mosója jelenleg úgy áll, hogy nem sok van benne. Igen, tehát szereznem kell szélvédő mosót. Igen, és a tartály is majdnem üres. És ezzel az a baj, hogy a garázsban csak nyári szélvédő mosó folyadék van, ott leghátul, nem a sötét zöld, a világos zöld. És mint mondtam, nyárit nem mentünk bele. Úgyhogy iránya volt. Már megint pénzt kell költeni. Ezek a kurva autók. Ha már a korábban sötétedésről, hamarabb lámpakapcsolásról beszéltünk, akkor mindenképpen meg kell említeni, hogy célszerű, még a kemény hidegek előtt felkészülni arra, hogy az akkumulátorunk jó állapotban legyen. Most ez lehet, hogy azt jelenti, hogy csak föl kell tölteni, viszont ha nincs benne normális feszültség, akkor célszerű még tél előtt kicserélni. Gyorsan nézzük meg, hogy újoncban jelenleg mennyi van. Az még a jobbik eset, hogyha most kell föltöltenem. Negatív. Igen, 12-13. Az nem túl combos. Tehát ilyen 12-4 környékén kéne, hogy legyen az akkumulátor. Úgyhogy lehet, hogy én ki fogom cserélni újonc akkumulátorát, a garázsban még van kettő másik, amiket felváltva töltögetek. Igen, most miért mondjátok, hogy szar az aksim, egy nagyrészt városban használom. Na most ez a 12-12 az arra elég, hogy beindítsa az autót, de mondjuk egy -10-be, -15-be lehet, hogy már nem lesz sok eredménye. Úgyhogy vagy fölrakom tölteni, vagy kicserélem az akkumulátort. És gondolom az akkumulátornak a hülye gyerek hifi se segít sokat. De hé, legalább van. Aztán majd szitom, amikor nem indul a kocsi reggel vagy valami, de legalább van. Majd megoldjuk, ha odajutunk. Vagy a biztonság kedvéért célszerű magatoknál tartani egy zsebbikát. Igen, ez is csutkára van töltve, tehát egy 4-5-6 indítást biztos, hogy ki fog bírni. Ő is mindig újonságébe van. És mentettem már meg az életemet. Nem foglal sok helyet, de kihúz a szarból. Egy gyakran elfeledett, vagy leginkább, hát szerintem az emberek nagy többsége nem is tudja, hogy ezt meg kellene csinálni. Én most jelenleg csak az Opelekről tudok beszélni, mert itt hatványozottan igaz az a probléma. Egy dolog, amit ki kellene takarítani, ami egy picit több macerával jár, viszont az autó életét nagyban meghosszabbíthatja, vagyis legalább a küszöbét, az pedig maga a küszöbtakaró. Ugyanis tudni kell, hogy a küszöböknek, attól függetlenül, hogy vannak rögzítve, alul van egy kis peremük, ahova a felvert dzsuva, sár, latyak, minden be tud ülni, és mivel te ezt nem fogod kitakarítani, és hát remélem, hogy ki fogod takarítani, a beragadt nedvesség szépen alulról, felülről, ahonnan éri, el fogja kezdeni rohasztani a küszöbödet. Igen, most lehet mondani, hogy alvázvédő, meg minden, jó, nyilván van igen olyan is, de mint mondtam, én most az Opelekről tudok beszélni, ezeknél hatványozottan igaz, és ezt is évente kétszer meg szoktam csinálni, tehát leveszem a küszöböt, kitakarítom és visszarakom. Ezt ősszel meg tavasszal szoktam leginkább megcsinálni, ugye tavasszal a tél után keletkezett latyak, ősszel pedig a nyáron összeszedett por, sár, szutyok, akármi. Ami nem azt jelenti egyébként, hogy évközben nem célszerű, hogyha éppen föl van emelve a kocsi vagy valami, alá nézni, és a, hát nem is a nagyját, az egészet ki kellene szedni, de megpróbálni rendbe tartani. És nyilván egész évben ugye mosod a kocsit, próbáld meg úgy mosni, hogy valahogy oda is odaférje. Na mindegy, akkor nézzük meg, hogy miről is van szó. Első körben, és ez most nem csak az OPC-kre vonatkozik, vagy az OPC küszöbökre, a sima mezei G-Astra küszöbökre is vonatkozik, kivesszük az emelési ponttakarókat. És már itt árulkodik, hogy van benne dzsuva. Le szoktam kapni a küszöb véget. Na, jó előjel? És amit még meg kellene lazítanom, ugye hátul van egy bolha, ami tartja maga a küszöb véget. Úgyhogy ide meg hozok egy kárpit leszedőt. És ezt követően nincs más dolgom megfogni a burkolatot, és egyébként soha nem tudom, hogy most előre vagy hátra kell tolni, igazából valamelyik irányba meg fog indulni. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ne legyetek hülyék, mint én, ugyanis alulról is fogják patentek, amiket még én raktam be. Úgyhogy alá kell feküdni és ki kell csavarnom a patenteket. Fasza! És akkor, mint mondtam, csak fogjuk és lehúzzuk. Igen, klippeket visszarakjuk. Viszont meglepő módon nincs benne annyi dzsuva. Csak ennyi itt a sarkába. De hát ez egy G-Astrahoz képest minimális. Tehát tényleg csak ilyen salak, kavics, akármi felverődések, darabok vannak benne. Jó, hát én ezt kitakarítom, és mehet is vissza a helyére. És természetesen itt ezeket megtakarítom, mielőtt összerakom. Egy hely, ahova viszont érdemes benézni, az itt a doblemez mögé, vagy dobbetét. Igen, nyilván ki kéne szednem azt a patentot. Ugye itt kellene kifolyni, amit fönt kitakarítottunk esővezető csatornának. Jó, most a dobbetétet nem fogom kivenni, de itt konkrétan semmi nincs. Ugye itt szokott megállni a dzsuva a sárvédői mögött, de konkrétan semmi nincs ott. Mondjuk, ha lett volna, akkor már a küszöbb burkolatba is lett volna. Úgyhogy most mondhatjátok, hogy Sanyi, ezt feleslegesen vetted le. Nem baj. Inkább vegyem be feleslegesen, mint hogy szétródjon a küszöb. Let's party. Na, srácok, ennyi lett volna újonc téli felkészítése, és igen, tudom, látom a kommenteket, hogy hát a téli kereket nem raktad föl. Föl fogom rakni a téli kereket is, nyugodjatok meg, nem vagyok hülye, nem nyári gumival fogok közlekedni télen. Attilánál van a bütyköldébe, valamelyik nap elmegyek és földobom. Illetve természetesen nem tértem ki ilyen alapvető dolgokra, mint a megfelelő keréknyomás, illetve az izzókat ellenőrizzétek le. Nyilván ez télen hatványozottabban igaz, korán sötétedik, hamarabb kapcsolsz lámpát, ne akkor derüljön ki, hogy mit tudom én, a tompított fényszóród, vagy valamit nem ég, helyzetjelződ nem ég, akármi, de úgy gondolom ezt egész évben azért célszerű szemmel kísérni, hogy megvan-e minden izzunk, és hát úgy inkább, hogy világít-e. Kommentbe várom a tippeiteket, hogy ti mit szoktatok még csinálni, vagy mit felejtettem ki. Nekem is úgymond mindig van mit tanulnom, úgyhogy nyugodtan írjátok le, hogy mit szoktatok még ellenőrizni így a tél kezdetén, elején, előtte, prevenciós céllal. Én ezeket szoktam megcsinálni tavasszal, télen, ahogy mondtam, vagy tavasszal, ősszel, ahogy mondtam, és eddig minden rendben volt. Na hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek, remélem valakinek segítségére vált, vagy esetleg mondtam olyat, amit nem tudtatok még. Ha tetszett, akkor feliratkozás, lájkot megköszönök nektek. Facebook, Instagram még mindig rendelkezésetekre áll, TikTok még mindig nincs, mert egy buziság, tudjátok, nagyon jó. És csináljátok meg ezeket a dolgokat az autóitokon, ha szeretnétek, ha felelősségteljes sofőrök vagytok, ha nem, akkor szarjatok rá. Na, mindenki vigyázzon magára, és a következőben találkozunk, addig is sziasztok!